Rossz és a szenvedés Teilhard de Chardin világértelmezésében. Csonkics Károly, licenciat dolgozat. Pázán Péter Római Katolikus Hittudomány Akadémia, Budapest, 1991. A katolikus teológiában talán a rosszat magyarázó tételek okozzák a legnagyobb nehézségeket a mai emberek számára. Ez az elméleti probléma azonban évezredek óta jelen van az emberiség gondolkodásában. A történelem öröknek tűnő kérdése, hogy miért van rossz és szenvedés. A 20. század emberét új látásmódhoz segíti Teilhard de Chardin, teológus és paleontológus. Általa egy olyan valóság megértési horizont merül fel, amely új szemszögből közelíti meg a rossz és a szenvedés léttitkait. Teilhard a katolikus teológiát és az evolúciós világszemléletet rendeli egymáshoz úgy, hogy a kinyilatkoztatás mondani valóját hűségesen megtartva, a rossznak és szenvedésnek az evolúcióból való eredetére is rámutat. Akkor ez nagyon merész téma volt, és dogmatikailag tiltott olvasmányok voltak. Teilhard tiltva volt. A Pázmány Péter Hittudományi Akadémián belül ez veszélyes volt. Pláne úgy, hogy előállni egy kiválasztott professzor mellé, és azt mondani, hogy szeretném a Teilhard de Chardin világértelmezéséből írni a szakdolgozatomat, már gyanús lett egyből. És hogy hát melyik oldalát, vagy hogy mit szeretnék kiemelni. És hát persze, ami akkor leghevesebben érintett engem, ugye a rossz, a keresztényi szempontból az ősbűn kérdése, a szenvedés kérdése, és akkor le lettem állítva. Nagyon örülök, hogy megkaphattam Teilhardot, 42 kötetben egyszer csak elém pottyant. Ez volt Teilhardnak a Rezek Román általi nyers fordításai. És ez az írás, ez São Paulo-ból érkezett, Brazíliából, 62-től 66-ig fordított a Rezek Román szerzetes Teilhardot, és próbálta szétszórni a világban az ő gondolatait, és hát magyar szülőhazájába is visszajuttatni ezeket a gondolatokat. Ezt egy olyan ajándéknak éreztem akkor, mikor az első sorokat átolvastam, hogy és akkor már teológus voltam, másodéves voltam, hogy egyszer csak kezdett szétfeszülni minden. Tehát mindaz a 23-24 év, ami eltelt az életemből, egyszer csak értelmet kapott, értelmet nyert, és egy olyan új izgalom vett erőt rajtam a szellemi tágulásom kapcsán, hogy hihetetlen boldogság és feszültség, izgalom volt órá rajtam. Végrágtam, átrágtam, megértettem, és a megértés után pedig a legnagyobb dolog volt az végülis, amiből a mai napig is táplálkozom, hogy elfogadtam. Nem is tudom, hogy mondjam, szóval mindenhol ott van már. És ennek nagyon örülök, hogy ez most már végigkíséri az életemet. Innét kezdődik az a fix színpad, amit elbírt. Elbír, jó. Jó, hát akkor azt szerintem a zenekar akkor itt, egy ilyen 6x6-os területen. Pécset érettségiztem a Nagylajos Gimnáziumban. Pécsi születésű is vagyok, ott éltem egészen az érettségének az utolsó pillanatáig, de másnap már le volt rendezve nekem, hogy Pestre jövök, mint sportember, mert másodéves gimnazistaként én már a Csepel SC-ben tusáztam. Tehát a nyaraimat itt töltöttem, és Pécset pedig a gimnázium mellett levelezési alkalmatossággal ötusáztam. Tehát Pécset már nem volt ötusa, megszűnt, és én levélben kaptam a heti edzésterveket, és saját magam edzettem.
És hát ez hihetetlen önerővel tanított meg, hogy valóban, amit egy fecin adattak, hogy Karcsi, ha Balcó András utódja akarsz lenni, akkor ezt légy szíves, tedd meg, mert a Balcó Andrásnak az edzője talált meg, és ő emelt ki, és mondta, hogy akkor, ha leérettségiztél, akkor jössz fel Budapestre. És ez nagyon nagy mozgatóerő volt, és tényleg levél alapján edzettem. És meglepő módon ezáltal, hogy nem volt kontroll, amivel egyedül futottam, egyedül úsztam, és nem volt versenytársam, akivel szemben kontrollálhattam az erőllétemet, meg a gyorsaságomat. Így nyáron mindig úgy értem föl, hogy jobb voltam, mint a pesti társaim. Tehát futásban én úgymond kenterbe vertem mindenkit, mert ott a meccsekben magam futottam, és hát akkor igen, elértem ezeket az úgynevezett inger küszöböket, és azon átestem. És amikor futsz, és tudod azt, hogy tudom, én 4000 métereket futottam az ötusán belül, és tudtam, hogy 3200-nál jön az a biomechanikailag leírható állapot, amikor megjelenik a savasodás. Tehát jön a szervezetről egy olyan visszajelzés, hogy most meg kéne állnod, mert berándul az izmod, nem bírja tovább, a szíved már 180 fölötti pulzussal ver, és a savasodása, a teljes savasodása kezd visszajelzni a szervezet, és így kezdesz bemerevedni, és akinek gyakorlata volt benne, vagy aki ezt ismerte már, az tudta azt, hogy innen csak egy picit, egy küszöbugrás, mind ami a kozmoszban is van, mind ami a világban van, mind ami az ember életében, mindenhol megvannak ezek a kis küszöbök, ezen át kell esni, és jön a minőségi változás. És ott kőkemény szenvedés van, hihetetlen szenvedés van, és annál nagyobb öröm nincs, amikor ezt a szenvedést végigcsinálod, és egyszer csak átlendül a szervezet ezen, és megadja magát a szervezet, azaz a kontroll kivonja magát az egészből, és onnantól kezdve kontroll nélkül fejezed be az utolsó 800 métert. És nem érzed a fáradtságot, nem érzed a fájdalmat, eléred a sporton belül azt a nirvana állapotot, amit a meditáló a magába való simuláskor ér el. A sportnak ez a lényege, hogy érd el a szenvedés árán azt az inger küszöböt, ahonnan te átlépsz a másik létszínbe. Érettségi után azonos sportállásba kerültem, és csak sportoltam. Tehát egy nemzetközi szintű tusázóvá szerettem volna válni, és ez mindent megkaptam az egyesületemtől. Nagyon jól ment, juniorban nemzetközi szintű versenyző lettem, felnőtt bajnokságon indulhattam már, szóval nagyon jól indult a pályám, mint sportember. És elkezdtem a testnevelési főiskolát, annak az edzői szakát el is végeztem, de már közben izgattak azok a dolgok, amik a teológiával kapcsolatosak voltak, vagy azok a nagy kérdések, amikre meg szerettem volna kapni a választ. És történt egy olyan váltás az életemben a katonasággal kapcsolatban, hogy mint sportember én katonaszázadba kerültem, viszont egy véletlen folytán egy másik laktanyába irányítottak. Tehát nem katonaszázadba kerültem, vagy nem sportszázadba kerültem, ahova kellett volna, hanem bekeveredtem egy rendes katonai századba, és ott vártam, hogy mikor emelnek ki, hogy mikor mehetek ki edzeni, mert úgy szólt a szerződésem a sportegyesülettel, hogy bent vagyok 2 hétig az alapkiképzésnek a fele ideig, és utána egyből beszólnak értem, kiemelnek, és 30 naponta kellett volna csak bemennem a laktanyába. És ez az időszak nagyon fontos volt nekem a sport szempontjából, mert akkor voltam a legjobb, akkor voltam a csúcson, és akkor dőlhetett volna el, hogy valóban sportember lesz a belőlem, vagy éppen más. És ez nem jött össze, ugyanis
ott vártam, gyakorlatoztam, katonaként éltem, és teltek a hetek, és akkor egyszer csak éreztem, hogy itt valami gond van. Felhívtam az edzőmet, és mondta, hogy úristen, Karesz, gond van, véletlenül egy másik laktanyába kerültél. Tehát adminisztrációs hiba történt, és nem bírtam ki. Tehát én annyira szabad szellemiségű voltam, hogy ott abban a pillanatban elszakadt körülöttem minden, meg ahogy veszítettem a egyre több időt eltelt sport nélkül, az ötösában nagyon számít, minden nap számít az edzés a tréning szempontjából. Ugye azt hiszem a hatodik vagy hetedik hét telt el úgy, hogy nem edzettem, hogy akkor feladtam, és azt mondtam, hogy nincs tovább, hogy nincs értelme. Onnantól kezdve viszont hihetetlen protestáló lettem a katonasággal szemben, akkor feltettem egy lapra az egészet, hogy viszont én katona se akarok lenni. És elkezdődött a fogdák sorozata, majdnem futkosóra vittek, 2 év katonai börtön előtt álltam, mert mindent megtagadtam. Aztán lekerültem egy büntető ezredbe lentibe, és lentiben beígérték, hogy ha nem szedem össze magam, akkor tényleg bevágnak a futkosóra. De aztán valahogy mindig megmenekültem, még egy 2 hetet azért rám vágtak a végén. Tehát ott folyamatosan a fogdában voltam, tehát minden hónapból egy olyan 5-10 napot eltöltöttem fogdán. De az jó volt, mert én a magányt szeretem, tehát az nekem egy békés időszak volt. Dolgozni kellett, de mivel sportoltam, az nekem nem volt probléma, hogy csákányoztam, meg dolgoztam, meg csatornát pucoltam, de annyiból pedig egy ilyen védőfelületet kaptam, hogy nem volt a körülöttem tisztek. Mert ott csak a fegyveres őr vigyázott rám, oda a tisztek se tehették be a lábukat, meg amikor vittek dolgozni, akkor sem volt ilyen probléma, hogy szembesültem volna azzal a sok buta emberrel. Tehát már kialakult egy olyan ritmus a katonaság időszakomnak, hogy a vége felé már inkább beszóltam a tisztnek, mikor már kint voltam egy hete, és akkor vártam, hogy mikor vágnak be megint a sétre. És akkor ott meg jól éreztem magam. Azt hitték, hogy fizikailag engem meg lehet törni, vagy szellemileg, hogy kúszok a csatornába, meg kakit pucolok, meg felöntik a vizet alattam, de nem. Ez a sportéletem miatt én ezen csak mosolyogtam. Na hát ez meg aztán még jobban dühítette őket, hogy mosolyogva csináltam az egészet. És végül is úgy szereltem le, hogy még rám húztak 2 hetet a fogdán, és nagyon sokat tanultam belőle, nagyon jó volt, és elmélyítette a Nyíri Tamással való beszélgetésemet ez az egész katonai herceg-urc, és akkor már itt voltam az akadémián. Azt hiszem júniusban szereltem le, vagy májusban, és akkor szeptemberben már kezdtem is a teológiát. És 20 évesen gimi után voltak azok a tág terű kérdések, amik határozottan emlékszem, hogy valahol rábukkantam erre a heideggeri kérdésre, hogy miért van inkább valami, és miért nincs inkább semmi. És ez valami olyan erővel hatott rám, hogy Atya Úristen, szóval felfogtam a kérdést, egyszerűen megvilágosodott előttem a kérdés, és szétrobbantott mindent, kitágított mindent, és az addigi gimnazista éveim, úgy minden úgy beleesett egy kis vödörbe, egy kis bögrébe, és onnantól kezdve, hogy ezt a kérdést megismertem, jelentéktelenné vált. Tehát ez az Úristen, hol vagyok, hogy mit csináltam én eddig, hogy én ezt nem ismertem. Ez a kérdés létezik egyáltalán, és ez valóságos? Hát hiszen feltették, le van írva, néztem Martin Heidegger, ki ez? Hogy lehet ilyet feltenni? Ha magadévá teszed ezt az egy kérdést, hogy miért van inkább valami, és miért nincs inkább semmi,
akkor ez szétárad a kis ujjadig, és az étkezésedtől a mosogatásig, a lefekvésedig, ez mindig ott lesz az új begyedben, és mindig jelez neked, hogy erre válaszoljál meg, légy szíves. És akkor elkezdtem keresni a kérdésre a választ, így jutottam el személyes kapcsolatként Nyíri professzorig, Nyíri Tamás professzorig, aki a teológiának, a Pázmány Péteri Tudományi Akadémiának volt az akkor az igazgatója, és a filozófia tanszék vezetője, és akkor ő általa kezdtem el habzsolni a válaszokat, a különböző filozófia történeti válaszokat, mert végül is minden 100-150 évben kikristályosodik erre egyfajta válasz, ugye a különböző izmusokon keresztül, és így lettem teológiai hallgató. Tartom, igen. Jó. A Somától én megint ezt is úgy kaptam vissza, hogy nagyon rossz a hang, ezért fel kell, hogy javítsa, és tulajdonképpen ezek szerint nem fel lett javítva, hanem még rosszabb lett a sokszorosítások kapcsán a hang. Értem. A filozófia történetet keresztül rágva az ember észrevette azt, hogy egyfajta utonlevőség van. Aztán ez a kérdés majd valahol ott a végén, amikor lecsukik a szemünket, akkor kapja meg a választ. De hogy az, hogy hogy csukom le a szemem, az nagyban függ attól, hogy milyen úton járok. És akkor azt hiszem a papi életformának a keretei voltak a legszimpatikusabbak számomra, hogy abban az életformában tudom megtenni az utat a szemlecsukásig, úgy, hogy a szemlecsukáskor kapom meg a legkielégítőbb választ erre. De végül nem lettem pap. Szintén Nyíri professzorúrral megbeszélve a kérdés lényegét, ismerve az addigi 20 éves élettörténetemet, csak annyit mondott, hogy Karesz, menj vissza ezzel a tudással oda, ahonnan jöttél. És neked nem az az élettörténeted, hogy elvonulj, félrevonulj, hanem ahonnan jöttem, oda tér vissza ezzel, és majd megláthatod, hogy mi lesz ebből. Én megkönnyebbültem. 10.800. 191. Jó, 191 ezer, jó. Szíves. És akkor egy. Na, köszi én, és akkor hétfőn, jó? Hétfő reggel, hétkor. Jó, sziasztok, jó pihenést. Aztán visszatértem. Hát visszatértem abba a világba, ahonnan érkeztem, mert szerettem kocsmázni, szerettem a haverokkal edzés után, az iskola után meginni egy sört, szerettem azokban a füstös környezetben beszélgetni, és kezdtem megvalósítani ezeket a tereket, kezdtem átalakítani a saját magam környezetét. Ami még a Tilosozá idejében itt volt, és amin keresztül látták ezt a 360 fokos illúzióképet perspektívikusan, az most nem lesz. És ez egy külön fertály lesz, és a másik oldalról lép be az egész Zappa image. És a teológia elvégzésével, tehát a 6 év elvégzése után kiment a kedvesemmel, a volt feleségemmel az Egyesült Államokban 3 hónapra, és ebből pedig lett 1 év. Beleízleltem a mi civilizációnak a csúcsába, tehát mind demokrácia szinten, mind a fogyasztói társadalom szintjén, mint az önmegvalósítás szintjén, úgy összegződött számomra az USA-ban a fehér ember civilizációja. És
91-ben, én a CNN-en néztem végig az itthoni váltást. Tehát ott a riportokból és a képekből raktam össze, hogy mi történik Magyarországon 90-ben és 91-ben. És 91 novemberében érkeztem haza, már úgy, hogy az országban megtörtént a radikális váltás, és úgy siettünk haza, hogy akkor itt rám itt szükség van az iskolákban. Tessék, Koresz! Szia, Charlie! Hello! Hol vagy? Németországban? Tanítottam a belvárosi templomban általános iskolásokat. És tőlük elbúcsúzva mentem ki az Egyesült Államokba, hogy majd én jövök vissza 3 hónap múlva, és akkor folytatjuk ősszel, és végül is nem jöttem vissza, de nagyobb lehetőséggel hazaérkezve úgy jöttem haza, hogy úristen, hát akadémiai végzettségem van, egyetemeken taníthatok, meg a kis tücsköket is ugyanúgy a hittanórák keretében a templomokban taníthatom. És az, hogy ez nem jött össze, hogy megijedtek tőlem, volt, aki kimondta, atya is, hogy túl modernnek találnak. Visszamentem Pécsre, majdnem visszaköltöztem Pécsre, csak hogy a Nagy Lajosba hadd tanítsak, a volt gimnáziumomban. És ciszterek, azt hiszem, ők kapták vissza a Nagy Lajos gimnáziumot. Lementem is, mint a régi növendék, szemtől szembe beszélhettem az atyával. És az első fellángolás után 10 perc múlva már éreztem, hogy itt baj van, hogy ők nem akarják felnyitni a gyerekeknek a gondolkodását, a szemeit, a világát, hanem jön ez a süketelés, hogy a keresztény erkölcs, és hogy akkor milyen legyen egy jó keresztény, és hogy kell cserkészkedni itt a Pécs utcáin, vagy fenn a Mecsek hegyein. Szóval nagyon távol álltak tőlem ezek a felszínes dolgok. Egy szó nem esett arról, hogy milyen lehetőség előtt áll most az ország, és hogy mit kéne betenni a fiataloknak a fejébe, vagy hogy mire kellene ráébreszteni őket. És miután inkább leírtam ezt egy ilyen 20 oldalas tömény kis füzetbe, és mindenhol már úgy kezdtem el, hogy szeretnék tanítani, talán meg is van a végzettségem hozzá, és hogyha lehet, akkor ezt először legyenek kedvesek olvasni, és hogyha jó vagyok-e, akkor hívjanak föl. Nem merték. Volt, aki legalább szabályosan megmondta, hogy félnek. Tehát, hogy félnek. Hogy annyira elrugaszkodott, és messze jövőben járó dolog ez, hogy... Na, ebből viszont erőt kellett merítenem. És akkor váltottam. És én zenekedvelő emberként hazahoztam több mint 300 vagy 400 CD-t. Akkor ez még nagyon újdonság volt. És ebből a 300-400 CD-ből nyitottam itt a Krudi Gyula utcában egy lemezboltot. Teljesen személyesen beálltam a pult mögé, szereztem még hozzá lemezeket, és a város első ilyen szak jazz és blues lemezboltjává nőttem ki magam. Ez 91 végén, 92-ben már létezett ez a lemezbolt, és pillanatokat felszippantottam ezt a réteget, és elkezdtek hozzám járni ezek az emberek, akik ezt a fajta zenét szerették. Ma vettem megint csempét. Konténer, reggel 6-kor konténereztem. Ja. Ja. Ki? Szia, Cica, én vagyok. Ültess be őket egy taxiba, léci. És Lehel utca 23. Jó. És innen jött a következő lépés, hogy anyagilag úgy megerősödtem, hogy úgy gondoltam, hogyha egy lemezboltot meg tudok csinálni, és ennyire szeretik a fiatalok, és ilyen nagy érdeklődés van rá, akkor csináljunk meg egy olyan helyet, ahol viszont le is lehet ülni, beszélgetni is lehet, kávét is lehet mellette iszogatni, és ugyanezt a zenét átviszem erre a szintére, és ez volt az első kávézom. Az is szintén a
Klúdi Gyula utcában, itt a szomszédban, a lemezbolt mellett rögtön következő helyiség, ez volt a Nothing But The Blues. Aztán mivel pécsi születésű vagyok, ezért Pécset is megcsináltam, egy Nothing But The Blues kávézót. Majd ezek ilyen két éves periódusok voltak, aztán elkészült szembe az első a Kisdásan. Majd a Kisdásan után 97-ben elkészült a Nagydásan. És ha minden igaz, most novemberben akkor kinyitom a Frank Zappa kávézót. Szintén itt a Klúdi Gyula utcában. És még a lemezbolthoz kapcsolódik annyi, hogy egy év alatt belefolytam úgy a nemzetközi vérforgásába, vagy hálózatába úgy a zenei világnak, hogy 3-4 év alatt úgy kinőttem magam, mint promóter, hogy 96-ban Carlos Santanának már én szerveztem a Margit szigeten a koncertjét, a magyarországi koncertjét. A rossz és a szenvedés eredetének kérdése minden korban foglalkoztatta az emberiséget. Teilhard de Chardin evolúciós világszemléletében a rossz miben léte, a világfejlődés elméletéből kap magyarázatot. Teilhard a világegyetem fejlődését felvázolva felismeri, hogy a világmindenség rendezetlensége már a teremtés aktusától hordozza a rossz vonásait. Teilhard az evolúciós világszemlélettel kiszakítja a rossz eredetének kérdését a statikus világkép elszigeteltségéből. A rossz megnyilvánulási formái, mint fizikai rossz, erkölcsi rossz és szenvedés, megkülönböztetést nyernek az evolúció folyamataiban való felbukkanásuk által. A fizikai rossz már az emberiség előtt, míg az erkölcsi rossz és szenvedés az emberiség megjelenésével egyidejűleg kezdte el működését. Az evolúcióban jelenlevő rossznak a sokasága forrása. A sokaság sodródása két irányú: szerveződés és szétbomlás, születés és halál. A rossz új dimenziójának ismerete a keresztény teológiára is hatással van. Teilhard az ősbűnt az evolúció szempontjából vizsgálja, de megállapításai nem végleges állásfoglalások. Teilhardnak az új látásmódja a rosszról az erkölcsi élet területén fejtik ki legnagyobb hatását. Az új szemléletmód szerint az emberi tevékenység lényege, hogy a világ mindenséget és benne az emberiséget felkészíti az isteni beteljesülés befogadására. Ez egyben az evolúció sikeres célba érkezését is jelenti. Ennek érdekében az emberi aktivitás egyrészt küzd a rossz ellen, másrészt megpróbálja felemelni a világ mindenséget az emberi szférába. A kereszténység szerint az evolúciónak és benne az emberiségnek természetfeletti mozgatója Jézus Krisztus. Krisztusi szeretet nélkül az emberiség nem lenne képes megfelelően hozzáállni feladatához, az isteni beteljesülés eléréséhez. A világmindenség és benne az embertárs szeretetre méltósága segíti az embert abban, hogy kerülje az evolúcióban megnyilvánuló rosszat, a jelenlevőt pedig Isten gondviselésére bízza. Még egy ilyen küszöb az életemben, amikor egyszer csak elindultam, hogy egyfajta csömör, egyfajta külső figyelése a fehér ember világának, vagy mondjam úgy, hogy a mi civilizációnknak. Tehát ez nem volt azonosítható a teilhardi rossz szenvedés és bűn értelmezésekkel, amit itt mi élünk. Egyszer csak mondtam, hogy most akkor nagyon messze el innen, és elindultam
egyik napra a másikra megvettem Indiába a jegyet. Nem tudom, hogy miért, de Indiába megvettem a repülőjét, és mikor leszálltam Indiában, akkor otthon éreztem magam. És ez volt a következő kapcsolódási pont, ahogy kiszálltam a reptérem, otthon éreztem Teilhardot Indiában. És én voltam a kapcsolódási pont, mert körülölelt egy olyan félelmetesen sok fizikai rossz és szenvedés háló, ami egyszerűen az embernek nehéz keresztül vágnia magát. És most már tudatosan járok vissza, és próbálok belemenni, és egyre mélyebben belemenni. Próbálom azonosítani azokat a sorokat, amiket kaptam Teilhardtól, a valóságos jelenlétével a rossznak és a szenvedésnek. És persze Indiában mindaz, ami fura volt az érzéki szerveknek, a szemnek, a szájnak, meg a szaglásnak, és mindaz, ami különbözött a mi civilizációs környezetünktől, az elindított bennem egy másfajta gondolkodást, illetve egy újabb keresést, hogy az a jelenlét, ami ott úgy töményen rádesik Indiában, az vajon miből származik, honnan származik, mi ennek az alapja, ezek az emberek miért így élnek itt. És akkor kerültem kapcsolatba, hogy egyre többet foglalkoztam a hinduizmussal, meg a buddhizmussal. És ezek újabb kapcsolódási pontok voltak, hiszen a buddhizmus, mint tudjuk, kulcsfogalomként kezeli a szenvedést. A buddhizmus számára a teljes létezés az a szenvedés. És a létezéstől megszabadulva próbálja az embert eljuttatni abba a nirvána állapotba, ami kiszakítja az individuumot, az egyént ebből az állapotból, és juttatja előtt a megfelelő pozíciójába vagy helyére az isteni közelségbe. Ezek az emberek szintén a szenvedéstől menekülnek, tehát a léttökéletességet a kiürítés által próbálják elérni, a vágyaknak a megnyírbálása által próbálják elérni. Ezt mi európai emberek nem tudjuk gyakorolni. Csodálattal nézünk azokra a szerzetesekre, meg azokra a gondolkodókra, és persze a 2000 évvel ezelőtti Jézus Krisztusra, aki megvalósította ezt, de elhomályosult, nagyon messze van már az ősi, archaikus és eredeti tanítás, azt hiszem, ami Jézustól származik. Felfel bukkan egy Szent Ágoston, egy Szent Tamás, aki felmeri hozni a témát, aztán egy Teilhard de Chardin, de annyira élét veszítette, és annyira távoli az eltelt 2000 év miatt ez a tanítás, hogy valami egészen más úton járunk mi, európaiak, és egyre inkább belekeverülünk egy olyan rossz örvénybe, egy olyan rossz gyorsuló és emésztő örvénybe, ami nem szól másról, csak a
csak az érzékeknek a kielégítéséről, és azt hiszem pont távolabb kerülünk a lényegtől. Somebody I know, sweetest dreams I have you. Menj ki, kell menni, jó, menj ki, és akkor majd egyre visszajössz, jó? Most kikísérnek a biztonságiak. Menj. Kísérjétek ki, mert csalapint a nagyon. Ugye nekünk ez az egyetlen mencsvárunk, ez az egyetlen egy... boldogító gondolatunk Krisztus után, hogy igen, egyszer ő majd eljön, nem jött el, de a több száz éves áthanyományozott tanítás alapján azért mi még őt, mint ahogy korábban említettem, ez már az élét veszítette, de várjuk őt, és elkezdjük másképpen magyarázni az ő eljövetelét, és bízunk és reménykedünk benne, hogy majd átjön. Újabb megfogalmazások alapján ez az eljövetel végül is nem az ő eljövetele lesz, hanem a mi beteljesülésünk, tehát a mi odaérkezésünk ő hozzá, ha nem Krisztus szemét nézem, tehát akkor a transzcendens valóságba való belefordulásunk, és ehhez észrevettük, hogy egy összegységes emberiség kell, de az, hogy mi erről tudhatunk, vagy kicsit homályosan tudnak az emberek, nagyon távolinak érzem, amit az előbb próbáltam megfogalmazni, hogy nem éljük. A keleti ember pedig ezt megéli. A keleti embernek ott van a hétköznapi életében, és ő ezt nagyon konkrétan megéli, és előrébb tart a felkészülésben, előrébb tart az összemberiség beteljesülésének a tervében, azt hiszem. Ez az íjászat például, ugye? A zen buddhizmusnak az íjászata, amikor kihúzza a nyilat, és nem engedi el a húrt, és azt mondja, hogy nincs értelme, mert úgyis oda megy, ahova elgondoltam. Tehát a szellemiségnek a szenvedése, a szellemiségnek a gyötrése és keresése a letisztulásnak, amikor az zen buddhista szerzetes íjászattal nyilvánítja ki a saját szellemiségének a tisztaságát, hogy kifeszíti a húrt, megkeresi a célpontot, és utána ki nem lőve a nyílveszőt, visszahelyezi a megfeszített húrt, és leteszi, és mint egy beteljesülve lerakja az íjkészletet, és akkor a kívülálló nem érti, hát miért nem történt meg a lényeg az eseménynek, és mondja, hogy nincs értelme, mert ha én azt elengedem, az úgyis oda célba ér, mint ahova elgondoltam, mint ahogy gondolatban oda végigvezettem volna azt a nyilvesszőt. Tehát ő gondolatilag ő azt végigvitte, belehelyezte, belerepítette, és a tettével már nem követte, mert ez már lényegtelen volt. Megszenvedte, végigcsinálta, nem mutatta be. Megint ott vagyok, hogy a keleti ember nem mutatja be a tevékenységét. A keleti ember nem nyilvánítja ki a tevékenységét. Neki fontosabb a befelé fordulás, a belső megtisztulás, a belső célpontba érkezés. Lerakja az egész nyílkészletet, nem csinálja végig. Nekünk az üdrivalgás kell, nekünk kell a bebizonyosodás, hogy az a nyilvessző oda be fog érkezni, és hogyha elengedjük, célba érünk, akkor nekünk ez a beteljesülés, hogy megcsináltuk. Áthatoltunk az anyagon, keresztül tapostunk rajta, kibeleztük, de elértük, megismertük. Tudjuk a miben létét. Mentségére mondható talán azt hiszem az még a mi civilizációnknak, hogy a kereszténység arra kapott ösztönzést, hogy,
hogy a két kezével, a tettével és a cselekedeteivel túrja föl ezt a világot. Tehát amíg a keleti ember bezárkózik, önmagába húzódozik, és nem hajlandó kifelé megnyilvánulni, addig a mi civilizációnk tagjai és született emberei arra kaptak a tanítások által indítatást, hogy mászom bele az anyagba, mászom bele a világba, tárja fel a kozmosz, tárja fel a körülötte levő világot, és mindenen hatoljon át, minden tapogasson meg, mindent szedjen szét, és rakja össze újból. És ezen az ismereten keresztül, vagy ezen az ismeretelméleten keresztül lépegesen tovább előre. Ez egy jóval nehezebb út, ez egy jóval járhatatlanabb út, hiszen sokkal több a kísértés benne, hogy megismerve az anyagiságunkat, megismerve a minket körülölelő, ugye szellemi valóságunkat, körülölelő saját testünket, kozmikus testünket, és az egész kozmikus létezésünket áthatóva, áttapogatva, a matematika szimbólumrendszerére lefordítva, onnan a gyakorlatiságra, másik jelrendszerbe visszaforgatva, menni előre és feltérképezni ezt a világot, sokkal nehezebb, és elveszítjük azokat az alapvető kérdéseket, amit egy Krisztus megfogalmazott, amelyet egy Heidegger megfogalmazott, vagy a nagy filozófusaink megfogalmaztak. 1-2, 1-2. És elveszünk... És elveszünk az anyagnak a, vagy a környezetünknek és a természetnek a kirablásában, a, hogy is mondjam, a végletekig való kiaknázásában, és habzsolunk, és egyre több szemetet termelünk. Mikor keleten járok, vagy Indiában járok, akkor örömmel gyakorlom. Látva a szenvedést, sokkal könnyebben gyakorlom én is. Tehát örömmel vonom meg magamtól az ételt 3-4 napig is, vagy egy pohár, vagy két pohár vízzel is el vagyok, akkor az átállás az hihetetlen szenvedést jelent. De ismerve a gyakoriságát, tehát, hogy többször alkalmazom ezt kint minden egyes megérkezésemkor, ez az első fázis a kint lévőségemnek, tudom azt, hogy mi következik utána. Tehát átélve ezt a 3-4 napot, várom annak a gyümölcsét, amikor ezt a szenvedést végig élve, vagy végigcsinálva, az 4. napon egyszerűen energiát kapok ebből az energia be nem vételtől. Feljön valami tisztasság, feljön valami hófehér dolog abból, ahogy ők nélkülöznek, amit mi szenvedésnek hívunk. Itthon nem tudom megélni, mert nincs társam ebben, nincs... Azért el kéne menni szerzetesnek. De itthon nincs rá környezet, meg nincs társ, hogy azt megmerd élni, vagy hogy meg tud élni. Meg itt minden másról szól, a kompaktdisztől az erősítőig, a
a lakástól, a lakások elhelyezkedése, a belváros, a külváros, ott. Ahogy letisztult előttem a szenvedésnek az ismeret elmélete, tehát ahogy körbe tudtam fogalmakkal bástyázni a szenvedést, úgy nem élem meg. Úgy nem élem meg itt, és úgy van nagyon távol mögöttem. Egyformában élvezem már csak a szenvedést, hogy szeretek dolgozni, és nagyon elfáradok. Tehát a szenvedésnek ezt a nagyon felszíni jelenségét élem csak meg, hogy nagyon keveset pihenek szerintem, és belehajtom magam a munkába. Jó úgy összeródni este, tehát és felkelni fáradtan reggel, és úgy szenvedne felkelni fáradtan, hogy megint a munka, és megint a munka, és megint nyitni egy kávézót, megint csinálni egy teret, ami számomra kedves, és ott megint sok fiatalt látni együtt. Tehát a szenvedés az egyenlő most a munkával, hogy talán megtehetném már azt, hogy leállnék, hogy fölösleges, hogy nem kell, de... Még mindig sorok állnak kint, hogy bejussanak, de elkezdjük a mai történelmi koncertet. Az első részben Tátrai Tibor és Orszácki Jackie közös albumának a lemezbemutatóját fogják hallani. És egy rövid átállás után, mint egy 20-25 perc átállás után pedig 28 év után ismét a színpadra lép a Sirius együttes. Kérem, érezzek jól magukat, köszönjük szépen! Nekem megadatott ez a skrizofén állapot, hogy a világban is jól érzem magam magányosan, és hogy a világban tevékenykedve is el tudom helyezni magam ezzel a fajta szenvedés gondolkodással, vagy ezzel a fajta szeretet gondolkodással. Szenvedés és a szeretet. Nagyon közeli rokon fogalmak, és csak úgy teljes a kör, úgy kerek a történet. Az egyik a másik nélkül nem létezik. Azt hiszem, szenvedés nélkül nem ismerhető meg a szeretet. De hát ez bebizonyosodott Krisztuson keresztül, Buddhán keresztül, a hétköznapi embereken keresztül, azt hiszem az egész emberiségen keresztül. Ez ott kell, hogy legyen. Minden koponyával. Az már gyáva vagyok szerintem, hogy ebből váltani mert. Tehát mindent el kéne hagynom. Mindent itt kéne hagynom. Én szerintem az jelenteni a doktorátust, ha saját magamnak ledoktorálnék azzal, hogy mindent itt hagynék. Tehát amit felépítettem ez alatt a 10 év alatt, ezt így el tudnám hagyni, az lenne az én doktorátusom, mert akkor megtettem azt, amiért tanultam, meg amiről szóltak azok az ifjú éveim, ami megváltoztatta a gondolkodásomat.